Ebben a Decsi utcában történt a brutális támadás. Az elkövető egyszerűen besétált az egyikház nyitott ajtaján, és mindenféle előzetes jel nélkül rátámadta két fiatalra, akiket az épületben talált. A dulakodás zajára jelent meg a helyiségben egyikőjük édesanyja, aki mankóval közlekedett, mert a lába el volt törve. A támadó elvette az asszonytól a járóbotot, majd a földre lökte, és az eszközzel kezdte el ütni-vágni. A sértett a karján szerzett zúzódásos sebeket. A minden indok nélkül támadó férfit most ítélte el a bíróság. A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat súlyos testi sértés büntettében, ezért 1 év 3 hónap végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte. A támadónak nem most gyűlt meg a hatóságokkal először a baja, korábban kábítószer és fegyverbirtoklás miatt is felelnie kellett. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott többször volt már büntetve, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unión belül Németországban is elítélték már, mindkét esetben kábítószerrel elkövetett bűncselekmény miatt, kábítószer fogyasztó, illetve kábítószer eladó is volt. Az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert az idős asszonyt a saját mankójával megverő férfi ellen az ügyészség súlyosabb büntetést kért.